Működik? Emberek! Működik! Működik! Azt hiszem, hogy működik! Mindjárt kiderül, ha elindul a stream! Ha elindul a stream, a szívem majdnem megszakad. Na? Na! Működik! Babum! Hölgyeim és uraim! Bár fagy az egész, de bent vagyok. És most fog leállni az egész játék, és várhatjuk végig újra még egyszer ezt az időmennyiséget. De hát, ha nem. Most jön az a rész, ahol arra várunk, hogy megnyomhassuk bármilyen gombot a kliensen, mert még ugye, amíg itt az Open Packs sem jelent meg, addig nincs semmi. Vagy mégis. Irány a bolt. The Grand Tournament. Ennyit szeretnék arannyal venni? Hát mondjuk azt az 50-et. Tata! Csodálatos. És megkaptam a pakokat és nem vett el az aranyamat? Nagyon csodálkoznék. Ez biztosan nem fog így maradni, ugye? Végre nem vagyok Yellow Stream Seas, üdvözlény! Nem tudom miért, na azért, jól van, már csodálkoztam. Mi ez, Ocean's Eleven, így elloptunk 50 pakkot? Yellow, ha újraintéd a harcot, akkor nem fog aggolni kappa. Hú, de jó, tehát mindjárt ki is próbálom. Na, engedjetek vissza a pakkokhoz, hagyj nyitogassam ki őket. Meg akarom csinálni a Murloc Paladint, a Maci Csapda Huntert, a Maci Beast Druidot. Igen, tisztában vagyok van, hogy akad a játék, elhihetitek, hogy nem miattam. Addig vegyek még 500. Fiola Lightbane, de jó dolga van valakinek. Na nézzük, mi van ebben az 50 TGT pakban. Előbb-utóbb megtudjuk. Egyiből nagyjából össze lehet rakni szerintem mindent, amit szeretnék, főleg ebben a szetben, ahol azért olyan sok izgalmas nap nincsen feltétlenül. És amint eltűnik ez a kör, és beengednek minket ide, csodálatos, szeretném ide hívni meghívott vendégkommentátorunkat, aki segít nekem izgalmasabbá tenni a pakli bontást, ez pedig nem más, mint Tarik meg Kovácsington, és most kérek mindenkit, hogy egy kicsit fogja be a fiiiit mindenkinek, én vagyok Tarik meg Kovácsington, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nem értem, miért próbálja Yellow jelezni, hogy ne óvégassak ennyire, mint a fába szorult féreg. Itt van 50, hogy hívják ezeket? Mit mondtál? TGT kártya pakli, az ugye TGT kártya pakli, amiket mi most ki fogunk nyitni, és nagyon izgalmas lesz. Igen, igen, köszönjük. Köszönjük Palik úr, vagy Megkovácsiktor úr. Wow. Na, ezt megcsináljuk 50-szer. Indokolatlan mennyiségű Legendary-t kérünk. Szóval, kaptunk egy tök haszontalan Silent Knight-ot, egy tök haszontalan talán jó valamire. A legtöbb lap ilyen lesz, ezzel nincs is gond. Az Evil Hackler ugye egy egyel olcsóbb Booty Bay Bodyguard, amit nem tudok mire vélni. Fist of Cherexus egy Discard Warlockban lehet jó, ami nem biztos, hogy jó lesz. Captured Jormungar arénában lehet valamire értékes, Constructedben teljesen haszontalan, Silent Knight teljesen haszontalan, Recruiter talán jó lehet mondjuk egy paladinban. És kinyitjuk a második! Palikom drága, még sehol se tartunk, még nincs szükség erre a hatalmas hype-olásra, meg tudunk eljönni. De a második pakliban lehet, hogy ott el több legendás lap, ugye így hívják ezeket? Legendás lap lesz, mint az első... Jó, nyugi. Még hosszú ideig kell fenntartanunk a nézők figyelmét, ne használd el az összes patronodat már most. Ez is egy teljesen standard pak, a Fallen Hero egy kiváló lap, Silverhand Regent érdekes lehet, ugye ez nem egy Paladin exkluzív lap, tehát bárkinek lehet most már Silverhand rekrútja. Ancestral Knowledge, Sámán végre kapott card draw-t, még akkor is, hogyha drága neki nagyon.
Gadget Saint Chester nagy valószínűséggel egy rosszabb zombie csáv, és a Brave Archer, ami pedig egy nagyon szegény Hunternek a Lepernomia. Nézzük, mi a harmadik. Lesz-e benne Mati csapda? Mati csapdát akarunk! Meg azt, hogy egyáltalán megnyomhassuk a kártyákat. És vajon mikor fog reagálni a játék arra, hogy megpróbáljuk felfordítani a lapokat? És miért ilyen retardált vázlista ez a magyar sátán nevű ember? Micsoda izgalmas kérdések, hölgyeim és uraim! A kártya nyitogató! Hogy hívják ezt a játékot? Heart of Stone stream! Nem Polygon, a Hearthstone. De nekem azt mondták, hogy Heart of Stone... Kussolj, légy szíves. Szóval... Kaptunk egy Demon Fuse-t, ami nagyjából mindenki meggyőződése szerint egy halálosan rossz lap. Spawn of Shadows pedig egy nem létező pofa priestbe lesz jó. Tournament attendee a Foldshire Goodman. King's Elec nagyon érdekes lehet Hunter pakliban, főleg, hogyha nagyon-nagyon kevés minion van benne. Tuskar Totemic pedig jó lehet egy totem... Sámánban. Mati csapda miért nem az első Legendary spell? Kiváló kérdés. Semmi izgalmas. Na, megnyomhatom a lapokat? Na, valami történne? Halló? Ne tegyük indokolatlanul időigényessé ezt a folyamatot, én paklikat akarok gyártani és azokkal bohóckodni. Na, inkább megkérdezem az egyik szakkommentátorunk, Palik meg Kovácsington véleményét arról, hogy mekkora valószínűséggel fogunk ebben a pakliban végre egy Legendary-t találni. De nem kell megválaszolni a kérdést, mert már látjuk, hogy nulla. Három Brave Archerünk is van már, én ennek nagyon örülök. Mulch. Na ez egy érdekes druid lap lesz. Ice Rager pedig, úristen, micsoda power creep. Miért kaptunk egy csomó Demon Fused? Utold a másik éned jelol, nem tudom miről beszélsz. És már megint bíztam abban, hogy három pakkot kinyithatunk egymás után, de az úgy látszik túl sok lett volna. Na. Adja, szeretem ezt a Legendary kártya hátlapot, szerintem még mindig ez néz ki a legjobban. Szavazzanak, hölgyeim és uraim, önök szerint melyik kártyahátlap néz ki a legjobban, ez, vagy valamelyik másik, amit én nem ismerek. Hú, egy párja van ezzel, biztosan all-in fog menni. Ez nem póker, bazd meg, te szerencsétlen, miért jöttél ide, hogyha fogalmat sincs arra, hogy működik ez a játék, és azt hiszed, hogy Heart of Stone-nak hívják. Na, ebben sem volt. Maci csapda! Ez nem tudom miért van, örüljünk neki mi is, Mati csapda! Árul el nekem, hogy miért jó az, hogy Mati csapda! Mert Mati csapda! Szóval a legfontosabb lap megvan a szedből, hölgyeim. És uraim, innentől kezdve engem már semmi sem érdekel. Jöjjön 41 darab, 40 dasztos pakli. Van egy Mati csapdánk, kész, rendben vagyunk, teljesen jó. Na. Vajon meg lesz a második Maci csapdánk, vagy craftelnem kell? Ez itt a legizgalmasabb kérdés. Jelöl a legjobb a fülem, és az agyam is rektálja másodpercek alatt. De ezzel együttműködnöm kell Kovács meg Kovács... Nem Kovács meg Kovácsington vagyok! Összekeversz valakivel. Bocsáss meg. Palikom drága, ne haragudj. Na, szeretnék most már egy Legendary-t. Helyette kapok egy Bolstert. Meg egy második Tournament Attendee-t, alias Foldshire Goodman-t. Na. Most el nem Lisztetnek Target David, hanem Brave Archer-t számolunk, valami olyasmi. És ismét nem lehet megfordítani a lapokat, hölgyeim és uraim, hihetetlen! Micsoda összeesküvés állhat-e erők mögött, amik lefordítva tartják ezeket az oly izgalmas lapokat? Tegyék meg tétjeiket, hogy vajon megfordíthatjuk-e őket valaha is? Nagy valószínűséggel igen, látod, már most meg lehet.
Hurrá! Murloc Knight! Nagyszerű! A fontos lapokat megkaptunk. Mit nekünk három legendary, hogyha lehet Murloc Knightunk is. Na. Semmi. Muklas Champion. Jó, a legfontosabb lap már meg is van. Na már megint nem sikerül kinyitnunk ezt a következőt. Van 20-10% esélye, hogy nulla legendary nyitunk 50 pakból egyébként. Második recruiterben érdekes. Három rare. Ebből kettő King's Defender. Hányadik tournament attendinket kapjuk egyébként? Nem maradtál le a Murloc Paladinról, még egyelőre semmilyen pakliról nem maradtál le, mivel mint a mellékelt ábra mutatja, a pakli kinyitása lassabban zajlik, mint szeretném. Mindenki lecsöderik egy nyitogat, féltékeny vagyok. Ez igazából nem is lehet, csak a Blizzard gyorsan átveszi és ti a Legendary-t valami szarra. Simán. Én nem is tudtam, hogy Darnassus Aspirant és Dalaran Aspirant mind a kettő aspiráns. Nem is tűnt fel eddig. És újra nem lehet megjelni a lapokat! Palikom drága, ez most már senkit nem érdekez, egy teljesen hétköznapi. De nem hétköznapi! Hát milyen videójáték az, ahol nem lehet nyomogatni a dolgokat a képe? Az ég szerelmére. Fogd be. Lesznek itt még értelmesebb dolgok is, amire lesz miért óvégatni, mint a maci csapda, jól van? Nem, egyáltalán nincsen! Arany Ice Ranger! Igen! Pontosan erre volt szükségünk. Jól, próbálj az egeret a jobb alsó szarkába rakod annak, amiben berakja a játék és nyomsz egy space-t. Micsoda? Mármint, hogy itt is kimegyek a menüből? Súgy, maci csapda! Megvan a második maci csapda, Palikom drága, miért nem üvölt az a... Most komolyan megsértődtél? Az ég szerelmére. Itt van a második maci csapda, ezt lehetne óbégatva ünnepelni, és erre elmegy szerezni valami innivalót. Hát ez valami felháborító, nem hiszem el. Nyilván van két maci csapdánk, más problémák innentől kezdve. Nincs Sparring Partner, Dark Bargain, ami nagyon érdekes lap. Még a végén kiderülhet, hogy jó. Na. Igen, valaki közben nyitott Variant. Variancia, hogy ő nyitott Variant, én meg nem. GG-ne is nyisd tovább őket. Hát az eddigi hatékonyságot tekintve nem is nagyon van miért. Megjegyzem, van valami 5000 dustom, tehát leszarom. Le tudok gyártani egy pár legendaryt, ha kell. Hármat. Még egy King's Defender, hurrá! Na. Annak, ahol a pakli van, annak a jobb alsó sarka... Aha. Ja, hogy babonázunk. Nem babonázunk. Ez csak matek. Uncsi matek. Living Roots, kiváló lap. Szerintem legalábbis. Na. Azért azon szomorú, hogy több Brave Archer-t nyitottunk, mint maci csapdát. Wow! Arany Healing Wave. Az arany Tusker Jamstornek örülök. De cuki a technős, nézzétek már. Be. Az arany Elemental Destruction-re kíváncsi lennék egyébként. Na végre már! Köszönjük szépen, Gormog the Impaler. Jó, innentől kezdve... Most, hogy garantált nem kaptam nulla Legendary-t, innentől kezdve már igazából tényleg bármit elfogadok. Még két Flame Juggler. Nagyon izgalmas.
Wow, aranyból a Spiders, wow, jaj, de aranyos. Azért az aranyból a Spidersből kapsz három arany webspinnert, amiből kapsz minimum három arany beastet. Zseniális. Ettől még nem fogjuk el játszani. Na, jelöl az a csávó, mennyit fizetett neked, hogy hoztod ki. Palik vagy Kovácsik, aki most elment és egyelőre nem hajlandó visszajönni, vagy akiket egyébként néztünk. Szip. Na. Még egy King's Defender, hurrá! Még egy maci csapda. Már én egy arany maci csapdát szeretnék, tudjátok? Elment a stream. De nincs frame drop, mi ez? Ebben a pakban két rare van, ami nagyon tetszik. De mielőtt kinyitnánk, próbálok rájönni, hogy miért nem látszik a stream Twitch-en, úgyhogy egyáltalán nem droppolunk frame-eket. Minőségi gomb. Nem teljesen értem a dolgot. Fail to load video. De úgy látom egyébként megy, úgyhogy akkor csak frissítek. Na ja, jó, akkor itt a semmiért várakoztunk. Bocsánat, nálam úgy nézett, hogy nem ment a stream, de a frissítitek működni fog. Szóval Mysterious Challenger és Twilight Guardian. Még egy maci csapda! Remek. 6 maci csapdát nyitott összesen magyar sejten. Tehát több Legendary-t és több maci csapdát, mint én. Rohadjál meg. De dupla Undercity-vel jön, nagyon izgalmas. Na. Hány paklit nyitottál? Összevettem 50-et aranyból, úgyhogy meg mennyi van? Van 14? Na. Még egy maci csapda, még van 17 pakkunk. Arany Flame Lens, ez baszott jól néz ki, azt kell mondjam. Ez kurva szép, csak alaphasználhatatlan. Ilyen kár. Na. Na. Ez a hívós telefonon, de most nem fogok vele beszélni. Talán most egy kicsit normálisabban elkezdett működni? Nem, dehogy is. Miért is gondoltam volna? Chilma az melyik? A Chilma az a... Az a 10-10-es charge. Hírót nem támadhat. Leszerem az aktuális egyenlőjönet, meg az amfibolt hívásomat is. Köszi. Aspirant, az aspiránsok pakja, hölgyeim és uraim. Arany Fallen Hero, de cuki. Na.
Na. Egy második legendary-t még azért elfogadnék, hogy 50 pakból nem fogok hazudni nektek, de szerintem így is egész tisztességes mennyiségű dasztot szedünk össze. Demon Fuse, igen. Nem. Icehall-ra gondoltál? Lehet. Ennyi Dragonhawk Rider-t. Ja, Chilma az a Town Drake-es sárkány, igaz. A 7 mana 6-6-os Talmud, a Deflator, ha van nálad egy sárkány, akkor 3-at sebez mindene. Érdekes. Na. Na. Szip. Igen, egy Gormok Team Failure-t kaptam eddig össz-visz. Nem mintha nagyon sírnék miatta. Bár a variancia rosszabbik oldalán ülni nem mindig vidám. Na. Blizzard, visszahívom Palikot, hogyha... Na de... The Mistcaller! Milyen kár, hogy nagy valószínűséggel szar. De... A második legendary, amit akartam meglep. Rohadj meg Yellow, miért is? ez biztos jelent valami értelmeset. Még egy Murloc Knight, kiváló. Csezzeg Yellow színvakait, de azt irritált a Pack Opening Animation. Már nincs sok hátra. Ennyit tudok ígérni. Már nincs sok hátra. Már csak 6 pakkunk van. Wow, Rolin! Nagyszerű! Azt legalább nem kell legyártanom, remek! Ennek örülök. Őt kénytelen lettem volna, azt hiszem megcsinálni. Még egy Varian Blint esetleg a hátra lévő 5 pakból. Na, léci? Clockwork Knight. Na? Jelöl nyitottam Legendary-t a Warrior-on kívül, a Warrior-t nem nyitottam egyáltalán. Szeretném a Warrior-t nyitni, de nem nyitottam. Ez volt a harmadik Legendary-nk. Gormok, The Impaler, Mistcaller és Ronin, az eddigi termés. Átlag fölött egy 3 Legendary? Igen? Végül is igaz. Na, még egy negyediket elfogadnék. Na. Ez se rossz egyébként. Arcane Blast miért is epic? Most csak gondolkodom. Még lesz 5 Legend egy pakban, simán. Na, Palik drága, gyere vissza. Van 2, azaz 2 ilyen hülye kártyapaklink, gyere szépen. Hát, ha az utolsóban van valami izgalmas, tessék szépen lekommentálni. És az utolsó kártya pakli, hölgyeim és uraim, az első lap, még nem tudjuk egyikről sem, hogy micsoda, de az biztos, hogy 5 különböző kártyát rejteget, ez az 5 különböző nos kártya. Vajon mi van bennük? Vajon mikor tudjuk meg? Vajon összehúgyozzuk-e magunkat, mire kinyithatjuk? Lehet, ez semmi, ez is semmi, de van egy maci csapdánk, hölgyeim és uraim, egy sokadik maci csapdával tettük magunkat boldoggá, és ezzel véget ért az 50 pakli kinyitása, és mert Yellow Rambo nagyon csúnán néz rám, én azt hiszem elköszönök mára. Panik meg Kovácsington voltam, és most megyek kurálni a torkomat. Köszönjük szépen Palik meg Kovácsingtonnak a részvétel. Ez volt tehát az 50 pak, amivel elindulunk izgalmas kalandunkra. Nézzük meg, hogy hogy állunk. Van egy halom új dolgunk, mint láthatjátok. Nézd meg csak a Grand Tournament szettet.
Szóval Living Rules-ból megvan mindkettő, ebből is, ebből van egy extra, ebből nincs. Astral Communion nincs, amit nem sajnálok. Wild Waker kellene majd a Druid Beasthez, de az valószínűleg, vagy Beast Druidhez, de az valószínűleg úgyse jó. Nincs Avianág, amit, hát úgyis megnézem, hogy jó-e valamire, mielőtt elhapasznék rá 1600 lasztot. Az összes druid lap igazából arra jó, hogy vagy csinálsz egy Beast Druidot, vagy mind haszontalan. Kivéve a Darnassus Aspirantet, amiből van kettő, ebből lehet kéne majd még egy, majd kiderül. Hunternél mi a helyzet? Van 6 Brave Archerünk és 6 Maci csapdánk, Lock and Loadunk egy sincs, ami elszomorít, King's Elegből van 4, Powershotból sem sikerült 2-t szermájolni, Bowl of Spidersből van 2, nagyon örülök, egyik Hunter Legendary sincs meg, ami nem feltétlen baj, Arcane Blast megvan, Fallen Hero megvan, Effigy nincs, azt mondja, le kell gyártani, kéne egy második Polymorph Boar, Dalaran Espirantből van egy csomó felesleges, Flamelessből van 2 és egy menő verzió, Ronin megvan, aminek nagyon örülök, Koldaron Rake nincs meg. Paladinból egy Competitive Spiritünk van csak, és egy Warhorse Trainerünk, ez nem feltétlen baj, a Competitive Spiritből szerintem csinálok majd egy másodikat, Murloc Knight megvan, Tusk Jasterből megvan mind a kettő, Enter the Coliseum sajnos nincs, Mysterious Challenger egy van, Idric még nincs, Idricről még nem tudjuk milyen, úgyhogy nem fogom még legyártani. Flash Heal megvan, Power of Glory megvan, Confuseból csak egy, Convertből megvan mind a kettő, ebből is megvan mind a kettő, úgyhogy a Dragon Priest pakli félig meddig létezhet, Shadowfiendből egy sincs, Holy Champion Spawn of Shadows megvan, és a Priest Legendary nincs meg. Buccaneer, Undercity Valiant, ők mind megvannak, tehát ha valami Kalóz Rógot akarnánk, akkor működhet. Beneath the Groundsunk nincs, Poisoned Blade-ből, de szerencsére nem pazaroltunk lapokat, Burgo sincsen, Anubarak sincs. Ancestral Knowledge, na, Sámánnal egész jók vagyunk, úgy tűnik. Ancestral Knowledge-ből van egy csomó extra, Healing Wave-ből is, ugye az aranyat főleg, ha beleszámítjuk. Taskar Totemic-ből van Charged Hammer szar, úgyhogy nem baj, ha nincs. Őből kéne még egy, igazából nem, ő is megvan. Thunderbolt Valiant-ből kéne egy második, Mistcaller megvan. Szóval Sámán egész rendben van. Demon Fuse-ból van 5, köz Blizzard, bazd meg. Tiny Knight of Evil-ból kéne egy második, de az kemény 100. Dust, Fist of Xerxes-ből van egy extra, Dreadsteed-ünk nincs. Dark Bargain-ből kellene majd esetleg egy második, és nincs meg a Warlock Legendary. Van 7 Fearsome Doomguard-unk. Warrior-nál mi a helyzet? Warrior Lunch, Magnator, Alphánk, ami nem baj, mert az szar. Három, ezek így. Correct, Sparring Partnerről csodálkozom, hogy nem lett kettő, de jó, most érted, 200, de azt hiszem erre lehet költeni. Varian Greenre szükség lenne, Sea Reaverre nincs. Na és ez, itt lesz valószínűleg 1 millió hiányosság. Gadgets and Jabster megvan, de az haszontalan, Lowly Squire megvan, de az haszontalan, ő nem hiányzik. Valószínűleg haszontalan. A Garrison Commanderből majd szerintem kell gyártani, ha akarunk Inspire Paklit. 600 extra dustunk lesz ennek az egésznek. Dragon Rock Riderből van 5 plusz 1. Lance Carrierből van 5, Argent Horse Riderből van, Coliseum Managerből 4. A három manás Legendary-ket nem sikerült elcsípni, Fencing Coachból van 1. Ice Ragerből van sima és arany kiadás is. Lights Championből van 3, Master of Ceremoniesből nincs. Van 5 Silent Knightunk, boldog vagyok. Armored Warhorse-unk nincs, ami nem baj, mert nem különösebben jó. Crowd Favorite nincs. Van 5 Evil Hecklerünk. Gormokunk megvan legalább. Ő megvan. Refreshment Vendor, Tournament Medic, itt aránylag rendben vagyok, egy második Maiden of the Lake-kel, majd az kemény 40 dust, azt hiszem ennyit kibírunk, Clockwork Knight meglát, Quadir Raider, Muklas Champion, mi a fasznak, Nexus Champion szalad, jó lenne, Pit Fighter, Recruiter, Both Ram Shield nincs, Grand Crusaderből csak egy van, de az úgyse jó, Justicar Trueheart sincs, ami elszomorító, Kodo Rider, nem hiszem, hogy jó lesz, Mogor Champion haszontalan, Master Jasterből kéne még egy Chillman, erről arról beszéltünk, nincs meg. Sideshow Spell Eater, érdekes lap, Skeleton Knight, nem bánom, hogy nincs. És még van egy Legendary, Frost Giantünk nem lett sem, North Sea Cracker, mindegy, a Sky Captain Crack sincs. Kezdetnek egész jó szerintem, szabaduljon meg itt az extra cuccoktól. És... Na, megnyomtam a Disenchant gombot, történjen valami, és itt az ideje elkezdeni játszani, el fogjuk kezdeni a Murloc Paladinnal. Az lesz az első, mindenképpen. Nem is lehetne más. Már hogyha játék, légy szíves. Úgy látom, hogy közben háttérben Disenchant-elent, szóval most törlöm az összes értelmes paklimat. Semmi szükség rájuk.
Elnézéseteket kérem, hogy lassú játék, nem az én hibám, higgyétek el. És akkor... Szóval a két Murlocknál egy természetesen adja magát. Murloc Tidecaller mindenképp, Murloc Tidehunter mindenképp, ő mindenképp, ő mindenképp, ő mindenképp. Code Light szírek jöjjenek. Na már most aminek ebben a pakliban lesz értelme, az a Sound Vigil. És... standard menő paladin lapok. Na ez a Cockhammer nem hülyeség ide szerint. Ez a New Deck miért van itt az útban? Dembagos egy kicsit kappa, nem tehetek róla. Üdvözlök mindenkinek, aki most érkezett. Eresztél már vissza, szerkeszteni akarom a paklit. De hogy lesz ebből Murloc Paladin, hogyha nem engeded a Murloc Paladin paklit összerakni? Na, valami történne? Jól van, más is nyitott Gormog Team Pillars. Milyen jó nekik, milyen jó lenne nekem, ha használhatnám a játékot bármilyen fogalán. Szóval vissza a Murloc paklihoz. Mondom, vissza a Murloc paklihoz! Engedjenek vissza a Murloc paklihoz! Majd megcsinálom újra. Rajtam nem fogsz ki. Vagy de. Jó, megcsináljuk újra a Murloc paklit, kész. Standard menő paladin lapok. Menő Murloc lapok. Kell két Solemn Vigil. A True Silverhead konkrétan Cockhammer-ökkel fogunk játszani. Seal of Champions sem hülyeség. De azért ez gondolom egy relatív agresszív pakli, akkor két Divine Favor is. És két Silence. Kezdjük ezzel, meglátjuk mire megyünk vele. És melyik a valódi? Jó, az lesz a valódi, amivel enged játszani, mert a másik nincs befejezve. Látod, a játék sem akarja, hogy ez megtörténjen, de a Murloc Paladin az egy meta tönkretevő pakli lesz, nem is értelek. Na. Szerintem csinálok egy Nightbot parancsot arra, hogy akadás, hogy lássátok, hogy nem miattam. Moderátorok és mások ezt a parancsot használhatjuk, az exclamation point leget. Na, ez csak moderátorok és én használhatom, pont hogy ne kezdjétek ezt emelni. Jön, egyik se. Ott az a tanék, az egyik kész van, a másik meg nem, ezt a fasságot. Ah!
Na, próbálkozzunk újra. Még kiszedtem a régi parancsokat, mert semmi értelme nincs. Engedjetek Murloc Paladinnal játszani! Hát ezt nem hiszem el. Jó, te vagy a stream. Már is megmondom neked. 35 perce. Engedj be a paklimhoz, te paraszt. Ne kezdjetek el exclamation mark szarságokat szemelni a chaten, mert kimoderálok mindenkit. Na? Játszani akarok egy kis Hearthstone, de miért olyan nagy kérés ez? De 600 arany meg itt van 4 arénára. Bemegyek a Blizzardhoz, szólj majd mire jutottál. Egyébként ez mindig egy kellemetlen helyzet egy cégnek, mert értelemszerűen ilyenkor extra nagy a terhelés, és erre a terhelésre nem lehet szerverparkot szerezni, mert akkor máskor meg kihasználatlan volna. Jeló azt kell üvöltelet, hogy Maci csapda, és akkor biztosan menni fog. Nem vagyok róla meggyőződve. De üvöltöm én azt, hogy Maci csapda, ennélkül is éppen eleget. Szóval ez a papíra nem enged játszani, mert elvileg nincs kész. Érdekes, mert én úgy emlékszem, hogy kész van, de biztosan mit tudjuk rosszul. Jó, megcsináljuk újra. Reméljük most már jó lesz. Fejből tudom kb. Mit akarok belerakni. De természetesen tudja, hogy lecseréltem két áramlapot a saját tudtamon kívül. Volt benne két bagoly. Már van gormakunk, rakjuk be. Meglátjuk, mire lesz jó. Annyira emlékszem rá, hogy szerintem négy lapot lecseréltem véletlenül, de ez van. Na, talán most. Mi van? Hatunk szar! Jó, akkor alienázunk egyet, elegem van. Legalább történni fog valami.
Ez van. A TGT az a The Grand Tournament egy új kártyaszett harcolóban, plusz 120 lap. Na, akkor Aria. Kíváncsi vagyok, az működni fogja. Paladin, lehet lesz World of Night-unk. Ez most izgalmas lesz. Wow. Paladin lejött ide, ennyi történt. Izgalmas lesz, mert most ugye fogalmam nincs, mi jó lap és mi nem. Egy csodálkoz, hogyha rákattintasz egy lapra, akkor kell majd 30 másodpercet várni. Értem én, hogy Murloc Paladin, de azért Leon Hands-et fogjuk kiválasztani szerintem. De egy remek lap. Maci! A csapdából, de a másik kettő egy forsa macit fogjuk választani. Louis Engineerius, Hobrew Master érdekel, eddig nem találkoztunk TGT-s lappal. Na de most már igen, csak nem fogjuk kiválasztani, mert egy szar. Szerencsére van helyette Ogre. Ecolite of Painből nem tudom, tudunk-e húzni Blue Warrior érdektelen, Sengine ez egy korrekt négyvonás lap, semmi egyéb. Archon Protector próbálom kiválasztani, csak egyelőre úgy látszik nem sikerült. Kicsit sajnálom, hogy nem választottuk ki a Murloc War Leader-t, de ez van. Most már nagyon sajnálom, hogy nem választottuk ki a Murloc War Leader-t, de azt mondta, hogy Enoyasrant fogjuk helyette. Mármint a Murloc Tidehunter helyett. A világ leglassabb arénája ez eddig. Refreshment Vendor egy korrekt négybe kerülő lap. Venture Call-nak a hátránya az lehet, hogy túl sok lesz. Valaki nyitott egy Ice Hound, de jó neki. Repkednek a Legendary-k. Na. Violet Teacher. Mondom, Violet Teacher. Fos, elfogadható. Tehát a Lowly Squire. Kirakok egy mana, egy kettest az első körben, és a második körben kirakok egy ember, két körbe röhögnek, és meghalok. Veszünk a biztom, pedig érdekes, de... Inkább szeretnék valamit, amit csinál is valamit a negyedik körben, ha kell. Főleg, hogy az első körökben jelenáll lesz, szerint nincsen semmi hasznosom. Evil Hector, kíváncsi vagyok most, mi ennek számít arénában. De Raging Gorgát fogjuk választani. Other Peacekeeper kiváló. Lehet, hogy van egy Murloc Paladin arénánk, de nem lesz. A Silverhand Regent. Érdekes választás lenne. Harvest Golem ugye tradicionálisan elég jó, de már csak érdeklődésem miatt kiválasztom őt. Vagy látjuk az Inspire, mire lesz jó bele. Lesz Murloc Knight, én Shikita. Hungry Dragon.
Inkább egy Clockwork, no, meg lehet, hogy behúzunk. Vegyük észre, hogy a Maxinergia most már sokkal kevésbé lesz izgalmas. Mert a második Refreshment Vendor jobb ötlet, de azt hiszem most már azzal fog foglalkozni, hogy ezt megnyomta. A másik kíváncsiságból is megnézem, melyiket kapom most, ha kétszer erre kattintok utána, amikor erre... Tehát az első vagy az utolsó parancsot követi el, mint a hadseregben. Hungry Dragon semmikét. Megérdem, a Clockwork nem azért sem rossz, mert egy spellt adom el a teachernek. Most komolyan megkaptam mind a kettőt, nem? A Refreshment Vendor csak a szint jelenítette meg. Mindenképpen spellt fogunk kapni. A Steel of Champions érdekes. Kicsit olyan, mint a Valens Chosen, és a Valens Chosen elképesztően jó, úgyhogy ezt fogjuk választani. Már kinyitottuk az 50 pakkot, igen, csak constructidozni nem hagy minket a játék, úgyhogy helyette arjálázunk egyet. Mindig nincs semmink, ami ott bekerülne. A 4 darab 2-be kerülő minionunk, meg egy Clockwork Gnome-unk, szerintem ez egy relatíve megbízható early game. Bármire jó is a Haunted Creeper, szerintem azt a szakadékot kéne betölteni. De a Fang Creeper szar. Nem, Haunted Creeper meg jó. Haunted Creeper. Fuckly! Competitive Spirit kíváncsiságból. Ja, volt 6 maci csapdánk, 3 legendarink. 3 Murloc Knight-unk azt hiszem? Na? Na? Köszi! Fencing coach, szar arénában, Kodó, kiváló arénában. Kodó! A gondol Kodó ember választása. Annyi elég, hogy szétcsapdázzon más házán. Remek, örülök neked. Nem nagyon van spellünk, ami spell damage-et érne, de a Mad Bomber szerintem túl gyakran bombázom a saját dolgánkat. De akkor is Mad Bomber szerintem. Egy True Silver kajdockát elfogadnék, csak úgy mondom. Tinker Time Technician van. Hány mekünk van? 2. Kettő megkünk, úgyhogy ezenre nem izgálom, szerintem választunk ki még egy Refreshment Vendor. Vegyük észre, hogy itt nagyon nem fogunk tudni sokat se, tehát mivel folyamatosan gyógyítani fogjuk magunkat és az ellenfelet is, meg hát van egy olyan helyzünk, ez valószínűleg egy lassabb pak, hogy lesz. Ennek ellenére van egy csomó csószarunk, úgyhogy nem tudom mennyire csinálom jól, amit csinálom. Már csak 8 lap emberek. Captured Jormungal nem túl izgalmas, mert túl keveset sebez 7 manáért, de legalább nehéz megölni. Argent Squire? Vagy túl sok olcsó szár már? Ugyanért, legalább drága és nagy. White Justice, értek? Legurubasi Berserker. A Fallshire Gutmant nem fogom kiválasztani. Na, ez az Armored Warhorse érdekes. Nincs olyan sok drága alap ebben a pakliban, úgyhogy valószínűleg általában elveszítem a Chaos-tot. A Divine Favor meg... Lejön a Divine Favor? 3 életőre van 4 manás lap, felejtsük el.
Equality. Nincs consecrationünk hozzá, de hasznos, hogy szerintem is. Megint a Murloc paklinkat elvesztegettük, de ez van. Chillwind Yeti! Nekem már megvan az aréna paklink, irigyellek. Ugyan nem fogsz kifutni az időből, ha ilyen lassan vagy már a draft is, majd kiderül. Jaló, nem akarsz egy egyszerű viszpekre épülő paklit készíteni? Hobgoblin, Priest, Hobgoblin, Paladint, amit már megcsináltak? Volcanic Drake. És Quartermasterhez nem lesz elég emberkény, még szerintem a... vele sem. Shield of Next Gen-es jó lap, de szerintem mivel semmi Heart Removal, amit én csak kiválasztom a Big Game Hunter-t, valamire mindig jó lesz. Mondom, kiválasztom a Big Game Hunter-t, valamire majd jó lesz. Reset meghívott Counter-Strike-ozni, Reset bazd meg. Na nézzük, mire jó az a pakli. Fogalmam sincs. Nézzük, találunk-e ellenfelet. Hány győzelmet tippeltek a paklinak? Kettő, három, négy, bár jó lenne az érvét megtartani a Violet Teacher-nek. Kettő, három, négy. Miért nem? Well met. 0-3, kappa, 4-3. Én 6 győzelmet mondok. Full Hero, olyan undorító lesz a lélemmel. Ja, nincs semmi, akkor jó, akkor örülök. Eddig egész játszhatónak tűnik a játék, de neki a belgia. 4, 6, 6, 5, 13, 4, köszönjük magyar sátámi moderátor, járulj elő. Jó példával, anyád. Other Peacekeeper value, nem. Coin Stone Midnight-tól halálra térdelhetem ezt a szart. De ez elég veszélyes lesz. Ha nem ebbe lő bele, és ebbe lő bele, akkor mérges vagyok. Jó. Így ugye a problémája az, hogy ezzel mindenképpen kezdenie kell valamit, ha csak kirak egy négy manás lapot, akkor potenciálisan nagyon megszívja. Kivéve ha ez az. Csodás. Az én anyukám nem is olyan mellók. Ha azt csinál, hogy Outdoor Peacekeeper beleütünk kétszer emberke, akkor egyrészt ez megy egy életerőre, másrészt nem lesz jó ötödik körre. Egyébként nem tudom, mit csinálok. Yeti. Kidobom a Yetit. Ha az Evil Heckler megöli a Raging Worgent, akkor legrosszabb esetben lesz Tom Windlight-olom. Vagy csak halálra pingeli. Klasszikus Szerú Drafter 4-3. Nagyon izgalmas. Eredetileg akkor most, ha ő nem trader, megcsinálta, hogy ezt leadott Peacekeeper-olom és ingyen traderek. Vagy megöljük,
Hawaiian Frost Elemental erre. Ha Wind Fury-t kap, az igazából nem zavar minket annyira, mert nem ér túl semmilyen támadást. Csinálok egy emberkét, azt nagyon heti mondja. Viszlát emberket. Jó volt valad. Szóval, hogyha most Fireblast-tel egy jót, akkor ez maximum pafára tud menni. És van elég gyógyítás a paklinkban, hogy ez annyira ne zavarja, van két Refreshment Vendor, ha jól emlékszem, meg egy Leon Hand. Flame Cannon. De jó harcban játékos vagy. Ez a Demolisher viszonyatosan idegesít. Talán a Demolishertől elköszönhetek, de azt hiszem még nem akarok. Nagyon örülök, hogy ez pofára ment. Fújáló túlélt az ötödik körig, Sick Place kappa, köszönjük. Pilot it shredder, fúj. Önnek a pingnek Flame Strike szaga van nektek is. Oh, top deck. Vigyázott, tojás. Ebből rántotta készülhet. És ott a Flame Strike, amiről beszélünk. Nézd már, Capture Jorungar. Vagy ez a kombó, ami szerintem kicsit jobb. Na, valaki nyitott egy avionát. De jó neki. Lehet az érmét egy vízgyártására használni. Wow! Nem gondolom, hogy egy picit túlzás, drága barátom, hogy te itt most műveltél. Matt Bomber, nem. Instruction begins. Nem használjuk el az érmét feleségesen. Ez már elég izgalmas. Equality Mad Bomber. Az a baj más, hogy nem igazán tudok megölni semmit, az a baj. Tehát szerintem csináljuk azt, hogy Equality Mad Bomber, és reménykedjünk, hogy jó sivel. Kérlek, ne öld meg a találást, se a barátainkat. Pontosan ezt szerettem volna. Különösen örülök a Garrison Commandernek, hogy mind a kettőt lepingelhesse. Csodálatos. Köszönjük, Mad Bomber! Ja, még meg is halunk. Mivel kétszer tud pingelni, megöl, mekkora parasztság ez? Miért kapott Garrison Commander? Mi ez? És hol volt a milliónyi heal a pakliból? Anyád! Ez valami rohadtul idegesítő volt. Ugye nagyon élvezem ezt a képernyőt játék, engedjél már kicsit tovább, hogy szívem.
Houston versus Rexha. Let the hunt begin. I will fight with honor. Ha lassan kezdünk, ez a Hador Peacekeeper segíthet visszarántani. Whining Rambo is back, kösz! Na, erre egész szívesen olyat van. Ha megöli egy ping és steady shot-ol, akkor egy divine favor olag? És így divine favor olag? Ezt a kezében 7 lap. Vagy csak kidobom őt. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Le akarok maradni azért, hogy húzzak 3 lapot? 3 mana 23 lapot? Szerintem ez egy jó biznisz. Mert különben meg úgyis hátrányban vagyunk. Remélem, ez a meccs olyan lesz, mint a múltkori FTL kör. Aha, persze. De olyan nem lesz semmi többet. De az FTL körrel leginkább az fáj, hogy akik akkor látták először a játékot, most azt hiszik, hogy könnyű. Segíthet majd. Ez elég nagy baj, hogy ezt kapta a plusz sebzést. És rosszul is csinálta, tehát ha nem előbb rakja ki a spider-teket, garantáltan ezt kapja a plusz sebzést. Hülye volt és megúszta. Nem baj, gyártsunk egy-egyeseket. Azt mondja, well met. Fúj, sima, nem aranyszínű Silverhand repül. Fúj. Még így is iszonyat jó trade-jei vannak. Amikor lesz, hogy megdönteni lesz a hunt? Ha lesznek ilyen vegyesebb streamek, akkor igen. Na, ez egy remek volt. Lőd szét mindent! A harmadik, miért a legfontosabbat nem lövöd szét, te haszontalan szar? Együnk répát. Duh.
Ez egy annyira jó kombó, hogy nem akarom elhasználni másra. Ó, nézd már! Menj a francba. Melorn. Hát ez nem igaz. Itt az ideje visszavágni. De ezt lepök, egyszer egy citis bukzed. Hol? Én nem láttam azt a nagy bukást. Én egy Yeti. Én egy Argus. Lehet kellett volna gondolkodnom azon, hogy az Time Divider öljön, és ennek valószínűleg bele kellett volna csapódni a Defender Vargas-ba és Windfury-t kapnia, de így is úgy is megöljük a következő körben, ha jól látom, és nem, az csak 13, akkor pár butaság volt. Nem akartam, hogy egy életerőn legyen. Ez ide volt. Ó, Cuki. És kezem Mystic-jével. Megint elrézselhettem volna meg. Fenn lesz a stream YouTube-on most, hogy találtunk működő videószerkesztőt. De Capture Jormungernek túl alacsony a támadása, hogy bármire jó legyen. Jó van, haver, pakold ki a sok szarodat, aztán hagyd nyerjek. Kösz az időt. Kösz. Na, engedj tovább, léci. Hallom, hogy nyertem, de még nem látom. Mit vinnél lakatlan szigetre? Egy könyvet, ami tele van ehhez hasonló hülye kérdésekkel. Na, 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 na. Competitive Spirit, szerintem nem tartjuk meg a kezdőkezünkben, ugye? Főleg nem, amikor a másik két lapunk túl drága. Seed of Champions, jó lehet. Mondom, a Paladin Valence Chosen-e. És ha mondjuk kirak most egy manás dolgot, remélhetőleg a Mad Bomber megöli, aztán a Seed of Champions. Nagyon cuki lenne. De ha még nem rök ki semmit, ez is jó. Ez a legrosszabb. Kivéve, hanem hát... Vagy nagyon jó, hogy nem rakott ki semmit, vagy nagyon rossz. Ha kirak valamit, remélem nem lesz 6-nál több életöreje. Vagy van nagyon speckó cucca. Mondjuk most kirak egy... nem tudom, egy 5 manás lapot. Akkor megöljük. Ups. Ugh.
Most nincs kint semmi, mit csináljak? Competitive Spirit plusz ember kell lepingeli, meg megoli. Ha elhasználom a Seal of Champions-t, akkor... Ping megoli, de az még megint nagyon izgalmas. Szerintem. Violet Teacher Competitive Spirit, Violet Teacher-ös Secret Paladin Mysterious Challenger-rel. Ennyit erről ez megnőne. Kettő életereje. De szerintem még mindig ez van, hogy abban csinálni tudok. Volt már ilyen meccset, hogy mind a kettőtök pakliából elfogyott a lap? Persze. Animáció nem volt túl menő. Most, hogy ez kapott plusz egy plusz egyet, azt jelenti, hogy nem tudja lepingelni és trédelni kell, aminek örülök. Ez egyébként a plusz egy egyébként nem izgi. Uncsi! Itt rakok ki 7 manánál, gurú, vasi emberke? Répa! Mindenkinek répa! Egyetek sok répát, mert plusz 4 életerőt ad. Komolyan? Legalább ez nem halt meg. Vissza tudnám hozni. Az nem ér semmi. Kezdeni kell valamit azzal, hogy ebből Beat Fury lesz. Egy well played a drága barátom. Már egyébként még... Kezdünk már megint kifogyni a lapokból. Wow, Voodoo doktora van! És lehet, hogy nyerni fog. Hasznosod a Divine Favor, édes Istenem. Emberkék előre. Ez melyik pakli? Arra lázom, mert nem tudtam elindítani semmit konstruktívan. Ezt nem mondod komolyan, bassz meg. Unstable portal is era.
Rohadjál meg, bazeg. Igazából nem iszel együtt a két életük, nem igaz? Iszel elveiken, ez. Mit csinálok iszorába? Reménykedik, hogy Outdoor Peacekeeper-t húzunk. Az ötven pap, már kihúztuk őket. Iszerem, miért létezel? Na, megvan a kombónk, amivel lesz mennyi 50% esélyünk, hogy még annyi sem, mert van 3. Lesz sanszunk arra, hogy megöljük Iszerát, ez a legjobb, amit ajánlani tudok nektek. És csak 27 Iszer alapot kapok. Mikor lesz Norok Paladin, amint ennek a rémes arénának vége lesz. Még azt hiszem van nála egy Bloodfen Raptor. Na itt a nagy pillanat, hölgyeim és uraim. 50-50! Nem vagyok egy csinál, talán meglepődönekkel, vajon? Jippi! Neked még véletlenül se kellett volna belehalnod ebbe, és még véletlenül sem ez volt az egyetlen esélyünk, mielőtt kihúzza ezt a fost! És nincs semmi, ha megöltük volna Iszerát, most még mindig tudnánk nyerni ez ellen a szar ellen. De nem öltük meg. Véletlenül se. Rendkívül frusztráló. Unstable portal, Iszera. Az Iszera lavag miatt veszik meg. Jaj, ne már! És még visszajön, haza is küldi az Iszeráját. Nem hiszem el. Visszamegy ilyen 12 élet erőre. Huh?
Ha nem spellt húz, azt nem tudja aktiválni. Miért? Miért kapott 16 és 500-16 napot? Miért a shifty-shifty-t megnyerjük, hát az egész nincs? Nem lehetnék egy pillanatra freeze-t? Nem kaphatnék egy mind control-t? Kihányjuk az összes lapunkat. És reméljünk együnk a legjobban. Nem, itt nincs remény. Stílszerűen top deck bagolja végez ki minket. Te világ legjobb Hearthstone játékos a te. És még a Hearthstone is kidobott. Éjjel! Igen? 53 perc, kevesebb mint egy perc. Tent vagyunk, reméljük működni is fog. Sajnos ez ilyen, amikor kijön az új kiegészítő, de hogy ennyire ilyen legyen. Egy-egybe, hogy Murloc paladírozhassak. Most ennek kiegészítőben mi a kedvenc lapom? Adj időt, hogy kitaláljam. Még ugyanúgy adjunk időt a Hearthstone-nak, hogy beengedjem. Úgyhogy most szerintem tartunk egy kis szünetet, amíg a Hearthstone beindul, közben pedig hallgatunk egy kis Epic Sex Guide-t. Nézd, miért ne. Folytatjuk a streamet, amint beengedett a játék. We'll be right back.
Játsszunk addig valami más, az is egy opció. Mi legyen? Speedrunners hozzunk akkor, amíg várunk. Miért nem? Abból legalább ki tudok kattintatni időről időre, hogy újraindítsam. Akkor kicsit speedrunnerszedünk. Wow, vagy nem. Féltékenyedett a Hearthstone. Nagyszerű, legalább újra itt van. Na szóval. Így a Hearthstone belemengedésebb játékosok. Fejezzük be ezt a méltatlanul fos arénát, utána pedig próbálj meg ezt rakni egy Murloc macit. Murloc macit? Ja, az is érdekes, hogy nem Murloc maci. Na, nézzük, mennyire fogunk veszíteni. Valószínűleg nagyobb. Na, nézzük. Egy haszontalan equality. Olcsó szarokat létszi. A kezdő játékos először arénázzon, addig ne, amíg nem tud legalább 3-4-et nyerni, tehát addig nem érdemes, amíg legalább minimálisan nem fogad fel, hogy mi történik ott, mint melyik egy szarlap és melyik nem. Ismerem a League of Legends, nem játszom. Ki ne ismerne? Eléggé ott van mindenhol, gamer körökben. Hello. Kilőttük a Blizzard szervereit. Egyszer örülök, hogy nem csinált semmit, meg egyszer bánt, mert a következő körben most ki kéne dobnom őt. Amivel nem vagyok hajlandó, úgyhogy kap egy emberkét. Kivételesen örültem volna a malackának. Ehelyett megkapja a legjobbat. Szip-szip. Ez ugye azért jó, mert miután megöli a Zenoiotront a 4-4-es után, ő ingyen megöli. Vagy ez történik? Au! Aréna, te csodás.
Power shot. Nem mondod komolyan. Ha pofára megy, lesz egy nagyon olcsó volcanic breaking. Úgyhogy remélem pofára megy. Ez csak négy sebzés. Nem játszottam lolla. Undorító lapra van megoldásunk. Csak sajnálom, hogy az Eldor Peacekeepert elhasználtuk egy szarra. Egy macira. Miért kaptál ennyi jó Ukrent tournament lapot az arénád? És én miért nem? Kérlek, ne bántsd. Kérlek, ne legyen nálad Andi is. Rakj ki egy vorgólemet, gyerünk. Úgyis tudom, hogy van nálad. Az arénában jó, miért van ilyened is? Oké. Okay. Webspin örök mindenütt! Ez undorító lesz, úgy érzem. Repszkörény reagió. Csak 520 lapja lesz ebből. Szóval neki nagy valószínűséggel lesz majd most haszna, én úgy érzem. Ennek mennie kell, az ziher. Az nem fér bele, hogy a hadsebzést eltrédelgessem. Előbb-utóbb nyernem is kéne ezzel a macsak ellen. Várom a King, az elkerülhetetlen King Crush-t. De legalább van rá Big Game Hunter-em. 4 King Crush-ra hagynak gyöndeteket. Nem kapott meg az a nagyot ront.
Így járt el. Még egy kínzelek. Nem kapod meg az elejétrólt, akkor sem. Hiába akarod ennyire. Lehetett volna, hogy csak én kapok répát. Miért? Én nem biztos, hogy ezt a harcra vágtam volna a helyében. Na, a következő körben meghal, ha csak nincs valamilyen jó kis megoldás, legyen az egy taunt, vagy nem tudom, egy king crush, amit trade-elni kénytelen, vagy egy maci csapda akár. Maci csapda megmenteni az azonnali haláltól. Ez érdektelen. Mennyi Grand Tournament lapot kapott meg akkor? Nagyszerű! Sikerült a lehető legrosszabbnál, egyen jobbnál is egyen jobb eredményt elérni. Ekkora a sansz annak, hogy a Pineside Summoner életben marad. Nem túl nagy, de akkor jöhetne utána egy Yeti. Egyáltalán esélytelen, hogy túlélje. Ez jó, normál körülmények között jó lenne, hogy nem rakott ki semmit, csak nincsen nekem sem semmim sajnos. Persze. Jó, hozz meg, edd meg. Csináljuk.
4 mana, Stormwind Knight. Mi a... Inspire-rel bele tud trédelni mindent ebbe, hát lelked rajta hajló választásod. Játszhatok valaha bármi hasznosat, léci? Éppen meg kell mennie, különben megöli a Jorungvárt, és sírom. Hagyhatjuk a kettőt sem ezzel a pingje, de Fallen Hero tök jó arénában. Ez már most nyilván valós, sőt szerintem már korábban is ez volt. Legalább ez nem csinál semmit. Nem imádkó, mert Equalities nem kell, hogy ezt megöljön. Szállt az életedő. Na hát ez egy elég szar aréna volt. De hát ha most már beenged a játék Constructed-be. Mert azért vagyunk itt, hogy Murloc Paladinnal és egyéb hülyeségekkel játszunk. Bár nem vagyok túl optimista. Még egy ember, aki Icehow-t nézott. Icehow. Őt. Működjél. A TGT pakkot kaptunk, ennek mondjuk örülök.
Na. Kérek belőle 5 legendary-t, ebből 4 arany. Vagy nem. Na, engedsz minket Constructed-ben játszani, Hearthstone, légy szíves. Vagy bármiben. Na igen, csodálatos. Itt az ideje a Murloc... Murloc Paladinnak, magyar sátánomdrága, kérlek tedd is ki a Steam csoportba, hogy végre elkezdődött, amiért itt vagyunk. A Murloc Paladin hype. Szóval, itt van nálunk a Murloc Knight, úgyhogy már jók vagyunk. Puddle Stomper, Shielded Minibar. Köszi, hogy visszaadtad a bugjot. Well met. Murloc Knight, Murloc Knight! Hoho! Csak éljék túl, és ne legyen nála Dead Spy. Master! Murloc Paladin! Miért az It's a Trap videót sikerült linkelned a stream helyett? Kidobjuk a Murloc Tight Cooper. Végül is Murloc jön utána. Végül is miért ne? Murloc Knight, utána Murloc Knight coin, emberke, még egy Murloc win! Csak ne legyen nála Dead Spite, csak ne legyen nála Dead Spite, csak ne legyen nála Dead Spite, csak ne legyen nála, az nem Dead Spite. Azzal nem tudja megölni a Murloc Knightot! És ez jó hír. Szerintem ő is ér, és pontosan tudjuk, mi fog most következni. Ne bántsd! Ne bántsd, te mocsok! Bármit csinálhatsz! De a Murloc Knightomhoz ne nyúljál! Ne! Te paraszt! Megállta! A Murlocjaim! Rohadék! Wow! A legjobb Murlocot kaptuk, azt számít, hogy a legrosszabbat. Rasszista Murloc gyilkos. Pontosan nem igaz! És most ezeket sem tudom kirakni, mert mindennek egy életereje van. Miért? Mocsok! Mocsok! A mocsok Murloc gyilkos! Az elmondhatatlanul fáj. Itt ott a lehetőség. De szerintem ezekre a bagyokra nincs szükség. Így első körben ez a benyomásom. Mit gondoltok? Anyád. Komolyan megölte a mini botot? Én voltam a hülye, nem támadtam előbb, de hát. Sírok.
Sikerül 30 élet elő alá küldeni? Igen! Ez a lényeg. Egyben nyitottál egy arany maci csapdát, gratulálok. Irigy vagyok. Itt nekünk szarösszen, amikor van Overlord-tel. Rettegj a mörlokoktól, te paraszt, mörlok gyilkos! A mörlokjaim! Még nyerhetünk, ha nagyon sok köré nem csinál semmit és meg ne rossz folyamatosan mellélő. Gyilkos! Ez megint nem simán hozható. Aha. Bár az lenne. Használhatók szervereket kérek. Megbehelyettem is Scholar-t. Aha, persze. Mert az, ez egy paladin lap. Na, változtassunk néhány dolgot ezen a paklin, illetve szerintem, ha nem akadozik nagyon, akkor én összerakom a többi hülye paklit, amivel próbálkozni szeretnék most csak, hogy megnézzük. Mi várható? De ez jó lenne a játék, vagyok nem lenne ilyen istentelen lassú. Szóval először is variáljuk meg a Murloc paladint, már ha a játék engedi. Amíg nem engedi, addig szerezzünk 15 dasztot. Amíg azt sem engedi, addig sírjunk. Na, itt vagyunk. Jó, szóval. Solemn Vigil érdekes, egyet se húztunk be. Két bagoly szerintem túlzás, a Palosztan pörs sem annyira izgalmas. Második körre kéne valami ezeknél jobb dolgot, az elsőre valami. De egyébként nem tudom, miért nem raktam be egy Competitive Spirit-et, meg egy Avenge-et. És akkor mondjuk két Mad Scientist. És akkor egy-egy vonás napot engedjünk meg magunknak valami hasznosat.
vagy hülyeséget, mert a kettő lehet. Igazából lehet, hogy bedobok egy rockot, nem. Annál tudom jobbat is. Mondjuk egy... Ebbis is Sargent. Oké, módosított Merlock Patrick. Amivel még majd szeretnék bohózkodni. Ez biztos, hogy a Lock and Load Hunter, úgyhogy azt ne is kreftelem szépen. Meg is csinálom. Márha a játék engedi. Nem, ne szórakozzunk 9 pakli lejártásával, mert akkor itt leszünk holnapig. Lesz egy Lock and Load-os Hunter, lesz majd valamikor Peace Druid, Tempo Mage-be beledobjuk Rollint, meg Effigy-t, Control Warrior-be Varian Vryn. Na, a Murloc Knight itt van megint, kiváló. Tartsuk is meg. De. Na. Na. Na, haver, szerintem annyira sok, maximum 4,5 napot választhatsz most. Nexus Champion szerintem milyen, az fogalmam sincs. Olyan ilyen halálosan unalmas vagy, hogy izé zút játszol, amikor ennyi izgalmas új varázslatos tudsz el lehet játszani. Előtte, jó van. Amit nem akarunk látni, az egy Knife Juggler. Akarjuk annyira nem látni Knife Jugglert, hogy trédeljük? Nem. Végeredményben ugyanaz, csak a két kés helyett a két kókot magát lövi. Lehet túl sok Murlocot vettem ki ebből a Murloc pakliból? Igen, úgy érzem. Szerintem kihúztuk az összes 4 bekerülő lapot ebben a pakliban, kivéve a második Murloc Knight-ot. És miért is nem csináljuk ezzel. Én nem vagyok Cancer Paladin, nekem Murlocom van. Sok. Jó.
Görlök pakli port control nélkül mit sem ér. Elő a random Warlockot! Ha máshogy nem úgy halunk meg, hogy rengeteg Warlock lesz a bordon! Ne ölj meg! Parasz! Miért? Milliónyi Warlockot eresztettem volna rád! Egy további játék, légy szíves, küzdenünk el tovább a mörlokokkal. Na jó, én azt tudom, hogy ezt a streamet szerintem akkor most lőjük le, mert ez így a játszhatatlanság határán van. Holnap remélhetőleg most már az új videó szerkesztővel felszerelek, ezzel fel tudok rakni nagyjából mindent, és akkor majd lesz egy normális Hearthstone stream, mit szóltok hozzá. Innen folytatjuk legközelebb.